hosszú utazás, száguldó táj. Hófötte fákra titkos fészál, gyorsan fogy az út, már otthon jársz. Otthon, hol várnak, készülnek rá. Sok régi emlék, sok régi hang, köztük most újból kisgyermek vagy. Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz. Egy új világhoz teljesül, mit vársz. Egy éjjel tele fénnyel, mikor szikrázik a hó, egy új lap, melyre bármi írható. Itt vagyunk épp az SMK szülői munkaközösség által szervezett adventi vásárunkon. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Gyönyörű ragyogó időnk volt, és nagyon-nagyon sok szebbnél szebb dolgokat kaptunk a szülők felajánlásából. Nagyon sok süteményünk lett, forralt borral kínáltuk a vendégeinket, zsíros kenyérrel. Köszönjük mindenkinek a segítséget, és én szeretném megköszönni a szülői munkaközösség aktív tagjainak a részvételét. Az adventi vásárunkra felajánlott karácsonyi kézműves termékeket szülők, gyermekek készítettek, amit nagyon szépen köszönünk nekik ezúton is. A befolyt összeget az József Attila Általános Iskola tanulói részére fogjuk fordítani. Hulla hó, minden hó fehér, száncsengő ma vígan szól, mert itt van már a tél. Száncsengő, száncsengő, vígan szól a dal. Csingilingi, csingiling, szól egy kis harang. Leesett az első hó, gyere szánkózni, de jó. Titkot rejt egy hókupac, halli, halli, hó. Kicsi hóember, néz rám, szeme fénylő csillagtám. Orra helyett répa van és vígan szalutál. Hulla hó, minden hó fehér. Száncsengő ma vígan szól, mert itt van már a tél. Száncsengő, száncsengő, vígan szól a dal. Csingilingi, csingiling, szól egy kis harang. Ezer apró hógolyó, vele dobni csuda jó. Hogyha téged eltalál, te vagy a fogó. Mire ránk töszönt az est, puha ágyat körbevesz. Ugye nem bántad meg egy-kettőre lehunyott szemed? Hulla hó, minden hó fehér. Száncsengő ma vígan szól, mert itt van már a tél. Száncsengő, száncsengő, vígan szól a dal. Csingilingi, csingiling, szól egy kis harang. Leesett az első hó, gyere szánkózni, de jó. Titkot rejt egy hókupac, halli, halli, hó. Kicsi hóember, néz rám, szeme fénylő csillagtán. Orra helyett répa van és vígan szalutál. Csokolom! Hulla hó, minden hó fehér. Száncsengő ma vígan szól, mert itt van már a tér. Kedves testvérek, advent negyedik vasárnapján vagyunk együtt, és nem sokára lángra lobban, illetve már lángra is robbant a negyedik adventi gyertya, jelezve azt, hogy már közeleg az ünnep. Itt van egészen közel hozzánk az ünnep. Advent idejének a végén azért ilyenkor egy kicsit számadást is készítünk, hogy sikerült a felkészülés. Egyáltalán mit várunk az ünneptől? Kit várunk karácsony ünnepén? Ez egy nagyon fontos kérdés, és a mi ünneplésünk is én hiszem attól függ, hogy mennyire adunk helyet ezeknek a gondolatoknak a mi szívünkben. Advent legvégén vagyunk, és nem sokára ránk köszönt az ünnep, Jézus Krisztus születésének az ünnepe,
És gyakran azt mondjuk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, ez így is van, de azért keresztény emberként hangsúlyozni kell azt, hogy Isten szeretetének az ünnepe. Az, hogy mi mennyire szeretjük egymást, az egy dolog. Sokszor szeretnénk egymást még jobban szeretni. Ilyenkor olyan vágyak csillannak fel a szívünkben, hogy de jó lenne, hogyha béke lenne mindenütt. Ezt kívánjuk, ezt várjuk, ám a valóság sokszor egészen mást tükröz. Isten szeretete azonban egyértelmű és világos. Önmagát adta értünk, hogy örök életünk legyen. Önmagát adta, azaz egyszülött fiát elküldte ebbe a világba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A mai ember nem szereti ezt hallani, hogy elveszett vagyok. A mai ember meg van győződve arról, hogy minden szép és minden jó az életében, bárcsak így lenne ez mindenkor. A valóság azt mutatja, hogy küzdködünk a bűnnel, az élettel, és próbálunk fennmaradni, ám Isten nélkül erre vajmi kevés lehetőségünk van. Karácsony üzenete pontosan azt jelenti mindannyiunk számára, hogy van új lehetőség, van esély, van reménység, és ez a reménység ez nem emberi síkon valósul meg, amely nagyon ingatag, hanem Isten nyúl le hozzánk, és Isten küldi el az ő szabadító szeretetét mindannyiunk felé. Egyetlen egy igeverset olvasnék a Bibliából, Lukács evangélium első részének 38. verséből. Miután az angyal meglátogatta Máriát, és közölte vele, hogy ő lesz az, aki Isten fiát erre a világra hozhatja, a következőt mondta Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. Isten ezt várná, hogyha mi is halljuk az ő szavát, igéjét, örömüzenetét, mert az evangélium azt jelenti, hogy örömüzenet, akkor mi is ezzel az alázattal, engedelmességgel tudnánk ráfigyelni. Sajnos a mai világban azt látjuk, hogy mindent beengedünk az életünkbe, mindenfajta praktikát, hókuszpókot, asztrológiát, minden olyan dolgot, amely nem tud bennünket megszabadítani. Egyedül az Isten igéje az, amely szabadítást nyújt. És pontosan az Isten igéjével szembe maradnak zárva az emberi szívek. Hát adja meg a mindenható Isten, hogy ezen az ünnepen, karácsony szent ünnepén valóban tudjunk úgy figyelni, ne csak egymásra, hanem egy kicsit felfelé is, hogy az Istennek terve van velünk, velem, Istennek fontos mindannyiunk élete, Isten valami új dolgot, valami csodát készít mindannyiunk számára, és nem véletlen, hogy az Isten jelenléte az mindenhol örömet szül. Ha beengedjük őt az életünkbe, a megváltónkat, akkor van esélyünk arra, hogy az életünk megváltozik isteni erővel, az ő szent lelkének gazdagságával. Adja meg az Úr ezt a csodálatos találkozást mindannyiunknak, és legyünk ennek az örömhírnek minél többen a bizonyság tevői. Csodálatos üzenete az a karácsonynak, hogy velünk az Isten, Immanuel velünk az Isten, hát legyen miénk ez az áldott megtapasztalás ezen az ünnepen is. Én ezt kívánom mindannyiuknak, és természetesen mindenkit várunk, nem csak az Isten tiszteletekre, hanem mindenki felekezetének megfelelően, most Miklós atya nincs itt velünk, de biztatok mindenkit, hogy misére, Isten tiszteletre, felekezetének megfelelően mindenki menjen és töltődjön meg Isten igéjével, mert csak így lesz áldott a mi ünneplésünk. Isten áldjon mindannyiuk életét, áldott ünnepet kívánok mindannyiuk számára. Áldás és békesség legyen mindannyiunkkal. Köszönöm szépen. Kis karácsony, nagy karácsony, van-e kolbász a padláson? Ha nincs kolbász a padláson, nem ér semmit a karácsony. Béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra,
karácsonyfa, fenyőága, nincsen békét a világra. Béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra, karácsonyfa, fenyőága, hozzon békét a világra.